Gyimesi Zsivócki felé az indítást. Flagyvig megy kikeresztezni, Zsivócki. Zsivócki lövi rá, gól! Óriási gól! A 10. percben egy jó egyéni akció. Zsivócki szépen megindul, a győri védők csak támadják, de nem lépnek oda határozottan, és bomba gól a vége. 26. perc. Zsivóckinál a labda a bal oldalon, Zsivócki próbál elmenni Turbék mellett, jön középre, Hermann gól helyzetben, még mindig ott az ismétlés, és Gyimesi rúgja fölé. Balog megelőző szerelés, visszakapja, Balog még, Gyimesi jól futatja a labdát a jobb oldalra, nagy támad most már, Flagyvig megy ki keresztezni rossz ütemben, nagy a labdával, nyugodtan beadhatja, Zsivócki fejel, és véd a kapus Boros. 35. perc, 1-0-ás Váci vezetésnél Zsivócki bedobása. Lövőhelyzet, Hermann fordul vissza, nem is rossz. Víg. Kósa. Csima. Óriási lesérzésem szerint Gyimesi minden esetre helyzetben, és a kapusba lövi. Nagy érkezik még a folytatásban a kivágódó labdára, és ezt már menti Bordás. Hermann még mindig vissza, bedobás. Gyimesi teheti tovább a labdát, nagyon jó lehetőség. Zsivócki már a 16-osnál, Zsivócki, és ellövi keresztbe. Pecsics. Gyimesi, Zsivócki teszi tovább, így lesz igazán jó nagy helyzet Mozner előtt, Mozner gólhelyzetben, és feladja a kapusnak. 4. rábaszög lett, Balog, Zsivócki. Vissza éppen a szögletet rugó Bordáshoz, megint beadhatja a labdát, Gelei tolja tovább, nagy védéssel. Somogyi készülődik lövéshez, Somogyi lövi rá, beleérnek, és így éppen csak mellé. Bordás adhatja be középre, Gelei nem jön ki, Handel, és Gelei aztán vetődve megfogja. Az eddigi legnagyobb rába helyzet. Nagy. Mózner kapja középen. Még mindig jó lehet. Kósa próbál kilépni a saját labdájával, hogy ne legyen les. Víg, nagyon jó ütemben veszi át, Víg még, és megfogja Boros. 36. perc, Rába szabadrúgás, Somogyi, illetve Hladvik. Hladvik lövi el, végül Gelei. Az előző mérkőzéseken középpályást vagy balhátvédet játszottam, és Tibibá egy héttel ezelőtt odajött hozzám, hogy baloldali csatárba számít rám. Az az igazság, hogy egy kicsit meglepett a dolog, mert az előző mérkőzéseken nem ezt játszottam, de nagyon készült a csapat is, és én is erre a mérkőzésre. Úgy érzem, hogy megfeleltünk az elvárásoknak. Nagyon érdekesen alakult a gólod, mert megindultál a kapu felé, és mintha nem vettek volna komolyan, úgy hagyták, hogy menje beljebb. Igen, az az igazság, hogy én kimondottan ballábas játékos vagyok, bár amikor Vácra lekerültem, nagyon sokat gyakoroltam a jobb lábamat is, és befelé jöttem, és nagyon jó lövési lehetőség kínálkozott, eltaláltam, és szerencsére bement. Ezen kívül is nagyon sok helyzeted volt, még a hajrában is, ezek viszont már kimaradtak. Igen, sajnos az összpontosítással még hadilábon állok, ebben nagyon sokat kell fejlődnöm, mert voltak fejeseim és kapura lövési lehetőségeim is, amit ki kéne használni. Mennyire vagy elégedett most a mai mérkőzés után? Mert úgy érzem, ez az egyik nagy NB1-es napod. Hát az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy elégedett vagyok, de nem teljes mértékben, mert én sokkal többre vágyom. Tehát én nem akarok megállni itt.